teszek a szabályaitokra. Snake visszatért. Az anyagát 5 millió pszichopatáival betettük össze. Ő végzett legalább. Gyorsan kapcsol a drága, nem? Készülj fel! A menekülésre. Elhi imádja a győzteseket. Mit szóltok egy bangkoki párbajhoz? Akkor lövünk, ha ez földet ér. Mehet. Menekülés Los Angelesből. Na, mi lesz? Van valami gáz? Bemutatja a Juhájki Duna film. Úristen! Jézus, ez nem val oroszlánra. Azoknak nincs ilyen búvóhelyük. Ezek élvezetből ölnek. Nem oroszlánok. Ők a szellem és a sötétség. Igaz történet alapján. Versenyben vagyunk, ezredes. A tét az afrikai kontinens. A történelem legdrágább és legmerészebb vasútja épül azon dicső célból, hogy megmentsük Afrikát a benszülöttektől, és véget vessünk a rabszolgaságnak. Mennyit ölhettek eddig? 100-at. Talán többet. A világ még azt hinné, hogy a brit birodalom munkásai félnek dolgozni, mert némi gond van a vadállománnyal. Biztos, hogy oroszlán volt? Felkutatom Remingtont, gondolom hallott már róla. Kész vagyunk! Van netán ellenvetése? Végül is nincs. Kapjuk el őket. Vissza! A sátán jött el szávóba! Én vagyok a sátán. Ne állj az utamba! Végül kiderül, hogy egész vidám fickó vagy. Nem élvezed az ölést, ugye? Akkor miért csinálja? Mert értek hozzá. Lőd le! Lőj már! Michael Douglas. Paul Kilmer. Ragadozók. A félelmet kell legyőznöd. Mire félsz? Ragadozók. Bemutatja a UIP Duna film. Végre megvásárolható videókazettán. Ezt a büntényt egy elegáns férfi elegánsan hajtotta végre. A pénz nem érdekli. Ismerjük egymást? Még nem. Thomas Crown. Catherine Benning. Kössünk alkut. Olcsóbban megúszná. Azt meri feltételezni, hogy közön volt a festményrabláshoz. Kezdődjön hát a játék. Maga szerint ágyba bújok egy gyanúsítottal. Vallja be, hogy élvezi. Ezt hogy érti? Nem a pénz hajtja, maga az üldözést szám. Pierce Brosnan. René Russo. A Thomas Crown ügy. Megvásárolható videókazettán. Ha a szerencse kopogta, engedd. A tolvaj, aki nem hibázik. Ez matematika. 70 emelet fölfelé, törhetetlen üvegablakon. Ő a legjobb. A törvény hiába üldözi. Két embert is ráállítottunk már, jó ügynökök voltak. De férfiak. Csak egy nő képes rá. Mit forgat a fejében? Hogy csapdába ejtse. Miért követ engem? Tennék egy ajánlatot önnek. Tolvaj vagyok. A világ legmagasabb épületét hozom, ami a Nemzetközi Vámbank központja. Felkeltettem az érdeklődését? Fel. Szigorúan üzleti kapcsolat, ugye? Szigorúan. Ennek ez a módja. Először a próba. Aztán a bizalom. Volt már, akit nem tudott elcsábítani. Bekapta a horgot? Nagy buli.
más társ, más szabály. Szétkapcsolunk! 35 másodperc. Nem vagyunk társak! Két kapura játszik. Ezt nevezik csapdának. Nem, ez zsarolásnak nevezik. Csapdás zsaruk állítanak, nem tolvajok. Beszáll? A barátnődet félre kell állítanunk. Zárják be! Jöjjön! Futás! Sean Connery. Maga tökélet. Catherine Zeta-Jones. Megígérem, mindent megkap. Bing Rames. Ez már elég nagy meg. Kapaszkodjon! Soha nem elég nagy. Brilliáns csapda. Forgalmazza az Intercom. Eladtuk a kaszinóinkat. A szerencsejátékiparhoz nincs semmi közünk. Semmilyen törvénytelen vagy féllegális üzletben nincs érdekeltségünk. Don Corleone. A Corleone család a pápa üzlettársa lesz. A múltját mindenki elfelejti. Ez tisztán üzlet. A keresztapa régen várt harmadik része elkészült. Az írórendező Francis Ford Coppola és a társíró Mario Puzo a filmtörténeti jelentőségű első két részben megismert sztárokat verbuálta ismét össze. A trilógia első és második része 9 Oscar-díjat kapott. Visszatér Al Pacino, mint Michael Corleone. Ha minden kábítószeres felfordulna ebben a szobában, én maradnék életben egyedül. Diane Keaton ugyancsak játszik. Azt hiszem, Michael, most sokkal veszélyesebb vagy, mint bármikor korábban. Andy Garcia Vincent szerepében már a következő nemzedéket képviseli. Csak bízd rám nyugodtan, majd én elintézem. Mindenki rám néz, szépen mosolyog a Corleone család. Nagyszerű ez az. Vincent, te is próbálj mosolyogni. És felvétel! A Corleone család megelevenítésében ismét részt vesz a Coppola család. A rendező húga Talia Shire és a leánya Sofia főszereplők. Francis apja, az akadémiai díjas Carmine írta és vezényli a zenét. A nagybátyja Anton pedig az opera jeleneteket rendezte. Oké, mehet. Érezd a partnert! Érzéssel táncolj! Vagyon, hatalom, hagyomány. Én irányítom a családot, ha tetszik, ha nem. Adj egy kis időt, akkor a partnered jobban tud reagálni. Tessék. Hűség és becsület. Corleone vagyok. Szenvedély és politika. Benned van meg egyedül apám határozottsága. Árulás. Ő erről jön, a többiek arról, aztán elvonulnak abba az irányba. És erőszak. Sokkal folytottabban mond. Az apám, érted? Nem tudom, honnan veszed, hogy bármi rosszat akarnék neked. Én csupán meg akarlak védeni, mert ezek a fickók nem tudnak. A mozgalmas Corleone saga folytatódik. Itt a keresztapa harmadik része. Épp amikor már azt hittem, hogy kiszálltam, visszahúznak. Keresztapa harmadik rész. Forgalmazza a Dunafilm. Eddie Murphy újra a színen, de ezúttal egy eltűnt gyermeket keres. Az aranyfiút. Ez egy különleges gyermek, Jarrell úr. Arra hivatott, hogy megmentse a világot. Kegyed meg arra hivatott, hogy keressen egy jó pszichiátert. Lenne hozzátok pár kérdésem, fiúk. Mire rád talál a megmentőd, addigra túl késő lesz. Hé, benn a zsebemben találsz egy doboz tiktakot. Egyél belőle, amennyit csak akarsz. Könyörgök.
El tudnám pusztítani, csak ennyit kellene tennem. Csettinteni én is tudok. Amúgy imádlak. Izgalomra semmi ok, emberek! Chandler Jarrell vagyok, az amerikai lopott műtárgyak amerikai szövetségétől! Teljesen felelőtlen. Egy ágy. Ez nem egy ágy. Ez egy nem törődöm, figyelmetlen, fegyelmezetlen bohóc. Le kellene tartóztatniuk, meg kellene bilincselniük, meg kéne vesszőzniük! Maga a kiválasztott. Meg fogja találni a gyereket. Rajta ne újjon, öreg! Eszméletlenül félek a sötétben. Őszintén bevallom, nem tetszik a viselkedése. Igazán csinos a kabátja, előnyös a szabása, a csizmája is dögös, csak kár, hogy büdös. Ez az ember két lábbal áll a földön. Lehet, hogy most ez túl nagy kötöttség. Hé, ezt hogy csinálta? Mi volt ez a tripla flé? Ebből a pohár vízből egy cseppet sem szabad kiöntened. Mi ez, talán akadályverseny? Szemét, tetű, bepalizott! Eddie Murphy, mint kiválasztott. Hányan élték, túlértük ezt a próbát? Sehányan! Sehányan! Az aranyfiú. Színes, szinkronizált, amerikai filmvígjáték. Olyanok voltak, mint bárki más. El akartak jutni valamelyik csillagra. De másként, mint a többiek. Mi történik itt? Kitalálták, hogyan jutnak oda. Te megálmodtad, és én megéreztem. Ez a mi titkunk. Egész jó pofa, nem? Hát... Az ötletet tovább fejlesztették. Következik a villámakció. És bevált. Na, ilyen gyorsan megyünk. Egyáltalán mi ez itt? Fölfogtad, mit jelent ez? Tudni szeretnék, egyáltalán hova jutnak. Válaszoljunk! Valaki hív bennünket! Gyerünk! Te is látod, amit én? És itt van... Űrrandevú. Békével jöttünk. Ez az egész a kertben kezdődött. Forgalmazza a Dunafilm. Már a vacsora. Észleltünk valami rendkívülit. Rendkívüli és nagyon veszélyes. A cikkében azt írta, a golf áramlat irányt változtathat. Igen. Hát most ez történik. Erős turbulenciát észleltünk. A felhőréteg szokatlanul magasan van. Jól van. Kérem, kapcsolják be a biztonságot. Után repülni. Rövid időn belül katasztrófát fog okozni. Jack, ez csak feltevés. Már 3 napja egyfolytában zuhok. Alelnök úr! Ha nem cselekszünk azonnal, túl késő lesz. Attól tartok, eljött, amitől féltünk. Mit tegyek most? Ments meg, akit csak tudsz. Ez még csak a kezdet. Mit csináljuk? Értetek, megyek. Kihozlak onnét. Hol leszel akkor? Holnap után. Május 27-e. A függetlenség napja rendezőjétől.
sokan eltékozolták az életüket, hiába való cél érdekében. Legtöbbjük sohasem tért vissza. De viszont találtál valamit. Készülj föl! Ez a folyosó a pokolba vezet. Vigyázz! Uramisten, hát mégis létezik. És lásd! Egy több mint 3000 éve alvó lényt ébresztettek fel. A halált hozza ránk, és megállíthatatlan. A UIP Duna film új filmje különleges kalandra hívja önöket. Túl az életen, és túl az időn. Gyertek le! Gyorsan, gyorsan! A Múmia. Forgalmazza a UIP Duna film.